Yeah. Lehterhelés. Családoktan vannak otthon a gyerekekkel, a koronavírus elvehetne végre már, de nem akar, inkább erősödik azt, nem tudunk mit tenni, azt a cipőpaszta. A gyerekek otthon tanulnak, nincsen munka, ezért most mindenki otthon maradt karanténba. A sulit nincsen nyitva, az idők pedig otthon. Koronavírus, leteherés a családoknál, ez nagy teher. Koronavírus, korona, elmehetnél a fenébe, men, a családokra vannak teherve, hát. Kinyitjuk a szemünket és minden zárva van. A korlátozás 9-től 12-ig van. Mi a fene van itt? Ez már túlzás. A boltba és 12 után lehet menni. Hát azt a cipőpaszta, ez a korona. Le vannak teherve a felnőttek és a gyerekek. Sok a tanulás, otthon több mint a suliba. Ezt a korona. Koronavírus, ez aztán egy nagy gáz. Koronavírus, ez aztán leteheri a virágot, aztán. Koronavírus, rakszülők, otthon tanulnak a gyerekekkel, meg nincsen kijárás, csak 9 óra, 12 idősek mehetnek ki. Koronavírus. Koronavírus. A szülők tehet. Le vagyunk teherve. Reggel korán felkelni és borba emelni. Koronavírus. Ez miatt ne az egész világra van teherve. Le, nagyon is le. Koronavírus. De van teherve az egész világ. Nem lehet már semmit csinálni, hát. Nem. Otthon maradás, karanténba zárás. Le vagyunk teherve. Korona, menjél már innen. Korona, le van a világ teherve. Végleg. Le. Le vagyunk teherve. Csak a kutya sétáltatás, meg otthon tanulás, meg a otthoni tevékenység marad. Reggel korán kell és boltba elmenni. 12 után boltba lehet menni. Azelőtt az idősek 9-től 12-ig mehetnek ennyi. Koronavírus. Le van teherve az egész világ, ez nem stílus. Ez emberi káosz, a világon látod. Le vagyunk teherve.